Állami támogatást nyertek a Nagykanizsai Élettér Állatmenhely és az Együtt egy életért ártatlan állatokért szervezetek. Magyarország kormánya májusban hirdetett 500 millió forint keretösszegű pályázatot a civil állatvédő egyesületek részére. A tender sikeres pályázóinak listáját a múlt héten tette közzé az Agrárminisztérium. A pályázati kiírás végleges eredménye alapján 187 társaság között osztják szét az 500 millió forintot működési költségekre, ivartalanításra, állategészségügyi szolgáltatásra és férőhelyek bővítésének finanszírozására fordíthatják az elnyert összeget a pályázók. A Nagykanizsai Élettér Állatmenhely 2,8 millió forintnyi támogatási összeggel gazdagodott. Céljaink között elsősorban a működési költségeinknek a finanszírozására pályáztunk, ebbe beletartoznak ugye a most megemelkedett rezsijárak, ami nem csak a rezsiből tevődik össze, hanem az üzemanyagköltségtől kezdve az orvosi költségig, tehát mindenféle gyakorlatilag megemelkedett. Erre szeretnénk elsősorban, és hát szeretnénk egy ivartalanítási akciót is szervezni, nem tudom, hogy arra majd hogyan sikerül, egyáltalán mit, milyen arányba tudunk majd felhasználni ebből az összegből. A kiírt tenderre szigorú számadási feltételekkel lehetett pályázni. Az Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület 500 ezer forint értékben nyert támogatást. Ezt az összeget az állatok orvosi költségeire fogják fordítani. Mi igazából csak állatorvosi költségre pályáztunk. Nem azért, mert nincs szükségünk fejlesztésre, csak a jelenlegi helyzetben úgy mértem fel, nem mertem belemenni a fejlesztésbe, mert nem biztos, hogy meg lenne az a kellő forrás, hogy be is tudjam fejezni, még akkor is, hogyha kapunk rá pénzt. Így úgy éreztük, hogy jobb, ha azt most pihenő pályára tesszük, és akkor inkább csak az állatorvosi költségekre pályázunk. A sikeres pályázók közül a Fehér Holló Vadmentő Egyesület kapta a legnagyobb 9 millió forint támogatási összeget, míg a győri polgármester feleségének papagájmentő alapítványa 8,5 millió forintban részesült a keretösszegből.